Üdvözlök mindenkit, Nekrokrim vagyok. Hát srácok, valamelyik nap fölmegyek Discordra, bekapcsolom a Warframe-et. Nézem, Hunter kolléga ott van, játszik. Begyújnolok hozzá, vagy ő gyújnolt már be hozzám. Lényegtelen. Azt mondja nekem, hogy hát, éppen formulom a Steel Essence-et. 16 órája. És én megrázom a fejem. Mi van? Hát jó, úgy döntöttem meg. 24 órás form változatot, mert hogy tudjátok, melóztam éppen, előzmény, el kellett mesélni, melózok éppen, és küld nekem egy képet, hogy nézd már meg ezt a Steel Essence mennyiséget, ránézek, volt akkor vagy 700, vagy mennyi volt, 400, valamilyen, a lényeg az, hogy sok száz volt, mi a faszomat csinál ez a gyerek? Felmegyek ugye melóból, felmegyek játszani, rá egymáshoz csatlakozunk Discord, azt mondja, jaj, tőlek egy 24 órás formot. Na, kivel vagy? Octaviában. Hol vagy? Void. Hát mondom, mi a pöcs? Az meg, ez igen. Na, Octaviából is nézem. Octaviából ennyit formoltál egyedül? Mi a jó Isten nyilván? Akkor volt már 11 órája, hogy csinálta. Jep, jól doljátok. 11 órája, level 999. Szóval mondom neki, jó, hát a zsír nekem is kell igazából Steel Essence, és hát én elmegyek, nekem kell polimer is. Úgyhogy elmentem Uranus Opheliába, gomi haverommal farmoltunk, de hát nem dobta úgy, mint az állat, úgyhogy gondoltuk, taktikát váltunk, előszedem én is az Octaviát, elmegyünk mi is a Voidba, és hát mit nem, hát az Isten a Void jól dobja a Steel Essence-et, valahogy, valamiért, de gondolom azért, mert sok az Eximus egy idő után, és az Eximusokra van szükséged, hogy Steel Essence farmol, mivel náluk van valami kis eséllyel az, hogy dobhatja ezt a nagyon kis értéktelen, értékes cuccot. Ki nem hiszi, hogy Hunter ilyen őrült volt, és elment 24 órát farmolni, annak, hát ja, éppen azt nézitek. Szóval, good luck. És ezért is neveztem el ezt a videót a Steel Essence királynőjének, mivel hogy az Octavia a az egyik, de maradjunk annyiban, hogy a leggusztustalanabb Warframe-vel igazából egész könnyedséggel tudsz elmenni level 10.000-ig, és ezt bizonyítékul elhoztam nektek, kértem Huntert, hogy nyomjon egy rögzítést az utolsó pillanatról, és hogy küldje el nekem. Na most akarjátok tudni a nagyon durva részt, tehát ezt el kell meséljem, tehát Hunter ne arra, hogy ezt el kell meséljem nekik, mert ez egyszerűen, ez elképesztő volt. Szóval Hunter barátom valamikor ilyen 16-7 órában azt mondja, benne a játékba farmolja a Steel Essence-et ezerrel Octaviával, azt mondja, hogy hát én fáradt vagyok, most elmegyek, lefekszem, úgyhogy leállította a játékot, hogyha szólóban játszol, akkor le tud állítani ugye a játékot. Leállítja a játékot, elmegy aludni, másnap reggel megyünk én is, gomi is föl, na, hogy áll erre? Hunter ír nekem, hogy az meg, nem is ír, hanem jött, elmondta, hogy ez meg áramszünet volt. És valamikor 23 óra környékén kikapcsolta a gépe az áramszünet miatt, és minden bazd meg elveszett. Azt a kurva. Tehát ott még nekem is lett egy ilyen 5 perces sok volt, hogy talán a modern világ egyik legritkább, nem tudom, ilyen hibája az áramszünet. És bazd meg, mikor egy 24 órát farmot lenyomott volna 1000 plusz Steel Essence-nél, 1000 plusz Steel Essence-nél áramszünet, geci. Mindblow. Na, ez Octavia története. Tanulság, hölgyeim és uraim. Hát 24 órát azért nem kell farmolni, de hogyha Steel Path-ra kerül a sor, és Steel Essence-et szeretnétek farmolni, akkor azt mondom, hogy kötelezőszerűen 40 perc fölé kell menni, és ahhoz, hogy úgy érezd, hogy meg is érte benn maradni, azt természetesen duplázóval kellene csinálni, ugye? És óránként egy 100-ast kellene kiszedni. Na most a gameplay, amit most már láttok, az az enyém, és én mi gomival 3 órát voltunk bent, olyan Necrosszal, én az Octaviával, és hagytuk, hogy a dolgok folyjanak le a maguk útján. Úgyhogy íme itt van Octavia 2020, a Steel Path farmolás királynője, hogy így mondjam, és természetesen fogok rá mutatni egy buildet is, amivel ezt kényelmesen elérhetitek anélkül, hogy bármi különösebb gondotok legyen ebbe az egészbe, de azért elismerésem Hunternek, mert az a Steel fókusz, amit elő kellett adni az, hogy hát 16 óráig alvás nélkül ezt lenyomja először is, mert hogy utána már befejezte volna a 24 órát természetesen, de azért ez nagyon durva, mert igazából az Octavia is elesik, hogyha nem figyelsz, de hogyha mindig odafigyelsz, akkor végtelenségig tud menni, és hogyha Steel Path-ra kerül a sor és a farmolásra, akkor, hölgyeim és uraim, 40 perc alatt nem szabad adni, 40 és 3 óra alatt nem szabad adni. 3 óra alatt gomival, amikor a duplázó hétvége volt, akkor 100-at szedtünk ki óránként. Tehát úgy jött le, végül a 3 óra alatt én 300-zal jöttem ki. De az első 40 percig alig volt, vagy 4 darab összesen. Vittünk macskát, vittünk mindent, aztán ha makkod van, a macska bebuffol, és akkor többet dob, ha nincs makkod, akkor vége az egész partinak. Na, srácok, nem húzom nagyon tovább az időtöket, nem is nagyon írnám körbe Octavia képességét, a lényeg az, hogy dobáld őket, és csináld, amit kell. Jöjjön a modolás. Ami a modolást illeti, hölgyeim és uraim, ez lenne az, ez az enyém. A fő lényeg, amire fókuszálnatok kell, az az idő, illetve a terület. Szóval, ahogy én tapasztaltam a gameplayt vele, nem érdemes és nem szabad túl nagy területet adni ennek a karakternek. Az egyes képessége a túl nagy területet ölel fel, akkor veszíteni fogsz az időből, és az időből jó, hogyha minél több van ennél a karakternél, és a 175-ös range az elég nagy ahhoz, hogy kontrollálni tud azt a bizonyos pályát. Az erő a 200% fölött ideális, az Arcane Energize a kevés efficiency miatt az majdhogy nem elengedhetetlen. Hála Istennek magától a karakter farmol annyi energiát, hogy ne legyen a gondod az energiára tulajdonképpen, de ha haverral mész és ott egy Necros, akkor végképp nem lesz gondod. A módszer természetesen egyszerű, találj egy jól védhető területet, nyomjad le az egyes képességet, nyomjad rá a 4-es képességet, nyomjad be a 3-as képességet, menjél be láthatatlanba és élvezd a számokat. Ennyit kell tudni Octaviáról, és ez Octavia majdhogy nem azóta, amióta megjelent. Na de most ugye jön a Heart of Deimos, így némileg megesett, hogy lehetnek új adottságai a drágának, majd akkor, hogyha rákerül a sor, beszélgetünk arról is. Arcane Barrier igazából csak azért, hogy a shield gating mechanizmusát ki lehessen használni. Nagyjából ennyi. Láthatatlan vagy így is, nem sokszor kell majd bekapcsolt, bármi más rakhatsz ide. Fegyverek tekintetében nem nagyon sokat számít a történet, azért egy kuvanokor, az ott volt Hunternél, és ott volt nálam is, gyakorlatilag radiation viral damage-re ráhúzva bármit le fog tudni győzni az Octavia ultiával együtt működve. Srácok, ennyi lett volna, semmi nagyon. Ja, a macska esetleg, megmutathatom a macskát is, ugye Smeeta Kavatra van, azt hiszem a büdös macskám, igen, össze Smeeta Kavat, voilà, Szefini, meg van csinálva. A lényeg az, hogy a Charm mod legyen ott. Ha a Charm mod ott van, meg a Fetch, ez a két mod ott van, akkor jó lesz, el van intézve a macskád című történet. Szóval, hölgyeim és uraim, nagyon-nagyon köszönöm a figyelmet, remélem tudtam hasznos infóval szolgálni, vagy legalábbis jó történettel tudtam szolgálni, jó tanulságos történettel. Nagyon köszönöm a figyelmet, tetszett a videó, dobj egy lájkot, iratkozz fel, csatlakozz a klánhoz, csatlakozz Discord szerverünkhöz, nyomj rá a csengő jelecskére, hogy értesítést kapja videókról. Nagyon köszönöm a figyelmet, sziasztok!